Hát egyetem után én rögtön a vadászgyógyműtermébe kerültem. Egy évfolyamtársam segítségével, tehát ő ajánlott be, ott kezdődött minden, de én nagyon nehezen rázódtam bele az építészeti dolgokba, és tulajdonképpen örültem, hogy egy jó építész mellett dolgozhatom, és nem vágytam semmilyen önálló munkára. Több munka lehetőség volt, és mindegyik úgy tűnt, hogy majd abból lesz valami. És az egyetlen egy dolog, ami úgy tűnt, hogy nem lesz belőle semmi, az a Gellért hullámfürdő rekonstrukciója volt. Tehát a külső része, a belső részét a Vadász György csinálta. És ezeket a úgynevezett kisebb vagy nagyobb, más típusú munkákat felajánlotta a fiatal építészeknek, akik körülötte voltak. És én ettől nagyon megijedtem, de mégis elkezdtem csinálni, és akkor gyakran odajött, és tanácsokat adott, és furcsa módon, hogy addig, amíg én mindenféle kritika nélkül mindent elfogadtam tőle, és boldogan csináltam, amit ő gondolt, nem egyezett, amit gondoltunk. És amikor elkezdtem mégis önállóan gondolkozni, tehát addig egyszerűen nem gondoltam, hogy én ezt csinálhatom, akkor kaptam két munkatársat. Vészi Évát szeretném megemlíteni, mert egyik se él. A Vészi Éva, aki akkor került ki az építészkarról, én már akkor pár éve ott dolgoztam, és egy csodálatos építész, aki Erdélyből jött át, egy idős volt a Vadász Györggyel, iszonyú tehetséges volt, és ő egy másik irodán dolgozott, de ő átkérte magát erre az irodára, hogy a Vadász György Buvátiba, ahol a Vadász György irodája volt, ott ezt érezte mindenki a leginkább legérdekesebb és legizgalmasabb irodának. És a Zsolt, a Különte Zsolttól a Vadász György megkérdezte, hogy milyen, két munka van. Tehát átjöhet egy másik irodából, de két munka van, és abba kell dolgozni, vagy az egyikbe, vagy a másikba. Az egyik az Alagerszegi Városközpont volt, a másik a Gellért hullámfürdő. És a Gellért hullámfürdőt választotta. Egy nagyon különös helyzet volt, mert ezerszer jobb építész volt nálam, és sokkal több tapasztalattal is rendelkezett, nem csak hogy jobb volt. De ez egy nagyon jó, számomra nagyon jó munka volt így, hogy olyan társam is van, aki nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, nagyon nagy képzelőerővel, és ráadásul ragyogóan beszélt németül a keremkemi burkolatról van szó, ugye a Gellért hullámfürdő esetében sok helyen, és le tudta folytatni a tárgyalásokat. Szóval így kezdődött az én építészeti életem a Buvátiba. De aztán én elmentem kétszer-két évre Afrikába, és akkor mások folytatták. De az a különös helyzet volt, hogy mire visszakeveredtem, alig változott valami attól kezdve, hogy én elmentem, mert a kövek, amiket fel kellett használni, meg a gránit, meg különböző anyagok, nem tudták kibányászni. Szóval egy csomó olyan probléma van, hogy tulajdonképpen évekig állt a kivitelezés, és akkor így végül is én fejezhettem be a kivitelezési időszakot. Attól függetlenül, hogy sokszor nem értettem egyet a Vadász György tanácsaival, mégiscsak valószínűleg, hogy rajta van az ő. Tehát, hát ő volt a mesterem, és az azért meglátszott azon, amit csináltam. Algériában nekem rémálmaim voltak. Borzasztó volt, mert mindig azt gondoltam, hogy valami szörnyűséget csináltam, és mi lesz, hát egyszerűen szégyen lesz, és borzasztó érzés volt. És nyilván ma már ilyet nem, szóval nem is így gondolom, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy de aztán egyetlen egyszer nyugodtam meg, amikor egy kis repülővel, már a Józsefvárossal foglalkoztam, és egy kis repülővel mentek légi felvételeket készíteni, és megkértem, hogy hagyj menjek velük. Először nem akarták elfogadni, de ez már Algéria és Mozambik után volt, és Mozambikban én rengeteget ültem kis repülőn, mert ott alig vannak utak, és egy vidéki munka volt, akkor repülővel kellett menni. És kis repülőkkel mentünk. Úgyhogy
Úgyhogy fölmehettem, megengedték. Csodálatos volt egyébként a város fölülről, és akkor tulajdonképpen ezt az egész tervet fölülről láttam, és akkor egy kicsit megnyugodtam. Nem a részletekben, hanem a látványban fölülről. A Kerényi József, amikor megtudta, hogy én nem dolgozom már a Buvátiba, akkor azt gondolta, hogy én lennék a legalkalmasabb, ez most tényleg így volt, hogy én lennék a legalkalmasabb a Józsefvárosi körúton kívüli résznek, ami most a Korvin negyed és a mögötte levő rész, hogy engem kéne megbízni. Ő akkor a Vátinak a műemléki irodáját vezette. És a kerületben volt egy ilyen rehabilitációs elképzelés, mert az IKV, vagy nem tudom, a valamilyen nagy iroda, aki az egészet a kezébe tartotta, annak a vezetőjével ültek le beszélgetni arról, hogy kellene gondolkozni másképp a városról. És a rehabilitáció volt az előtérben, az fejükbe. Szóval nagyon sokat beszélgettek, és néha meghívtak engem ezekre a beszélgetésekre. És úgy döntöttek, hogy nekem kéne ezt a Józsefváros középső részének a rehabilitációs szabályozási tervét készíteni. És én egy évig ellenálltam, mert azt gondoltam, hogy soha többet tervezőirodában nem megyek. De hát nem tudtam megélni. Még annyira se, hogy egy barátom készítette egy tervet egy rendelőintézetre, és elvállaltam a műszaki terveket, tehát tussal, akkor még tussal húztuk ki a terveket. A teljes kiviteli tervet megrajzoltam, és nem kaptam érte pénzt. És akkor már úgy döntöttem, hogy elmegyek a Vátiba. Így kerültem a Vátiba. És így kerültem a józsefvárosi történetbe. Én egyből beleszerettem a... Ugye Afrika után különösen, hogy mondjam, én másképp néztem a Józsefvárosra, mint a legtöbb ember, hogy ez egy cigányok, szegények, lerubbantság, értéktelenségnek tekintették ez a Korvin negyed, szóval tulajdonképpen az a rész volt, nem az egész József körúton kívüli Józsefváros, és egy olyan tervet készítettünk a társaimmal, a Vátiban nagyon jó társaim lettek, ami Zöldsétánynak neveztük, tehát a Korvin mozitól indult volna, a Korvin mozi hátától, és miután nagyon sok üres telek volt, és azért voltak olyan házak, amit mi is azt gondoltuk, hogy bontani kéne. Ma már annál is kevesebbet mondani. Akkor még volt több ilyen. Ezt próbáltuk kihasználni úgy, hogy minden tömbön át lehetett sétálni. Ezek nagyon, azt kell tudni, hogy az Üllői úttól a Baross utcáig, ezek olyan tömbök voltak, amik nagyon hosszúak, keskeny hosszú tömbök, és nem voltak átjárhatóak. És amikor ott jár az ember, ugye, amikor készíti a vizsgálatokat, akkor rendkívül sok ideig tartott körbe menni egy tömbön. És a másik, hogy annyira sok szabad terület volt, hogy azt gondoltuk, hogy ilyen zöld sétányként kéne ezt felfogni, de nem ilyen nyílegyenes, szabályozott, hanem kihasználva adottságok, lehetőségek. Tehát egy-egy tömbön átmenve már nem biztos, hogy szembe vele folytattuk a átjárást. Szóval ilyen cikcakba történt az egész, és abszolút rehabilitációs gondolkodás volt. Voltak gazdasági dolgokkal foglalkozó társaink is egyébként, tehát nem pusztán építészeti, vagy történeti, vagy érzelmi alapon ment, de azért nagyon idegen volt mindenkinek ez a gondolkodás, de akkor mégis elfogadták. Tehát ez a rendszerváltás előtti és utáni időben volt, és végül 1990 körül lett elfogadva, tehát már a terv, tehát kezdetben elfogadták. És mert a rendszerváltás előtt és után volt egy ilyen nagyon érdekes átmeneti idő, Magyarországon is, hát Budapesten is,
amikor sok olyan dolgot fogadtak el, vagy akartak csinálni, ami nem volt szokásos. De ez nagyon hamar megváltozott. De akkor egy naívabb, most azt mondom, hogy naívabb, de én nem annak éreztem soha, de egy olyan idő volt, amikor nagyon humánus időszak volt, amikor ez döntő volt, és nem a gazdasági szempontokat nézték el első helyen. És akkor a rendszerváltáskor nagyon sok külföldi jött Magyarországra, köztük nagyon sok újságíró és nagyon sok építész is. És akkor olyan híre ment a Józsefvárosnak, hogy velük kellett ott sétálnom. És nem volt olyan külföldi építész, legalábbis azok között, akik jöttek, aki ne azt mondta volna, hogy a Józsefvárosban ez a világ, ez a földszintes, egyemeletes, kertes világ nem értéket képvisel. Tehát nem pusztítandó értéknek nézték, hanem egy különleges értéknek, ugyanúgy, ahogy én. És ez nagyon meg is erősített engem, de nem valóságban, csak ennek a korszaknak nagyon hamar vége lett. Amikor 10 évvel később fölkértek egy előadásra az Alföldi Györgyék, munkáit mutatták be, de első helyen be akarták mutatni, hogy mi volt az első terv, tehát a zöld sétány terve, akkor végig sétáltam ott a Magyar Ádámmal, aki a végén részt, szóval egy időben részt vett a munkába, és komolyan mondom, hogy sírni volt kedvem, mert úgy kezdték el a sétányt, hogy át kell menni egy bevásárló. Szóval az egész olyan abszurd számomra, bevásárló központon kell átsétálni egy sét, ami már ott sétánynak nevezik, és 10 emeletes, ugye egy tömböt úgy fogtak fel, hogy lebontották ugye a házakat, a telkeket megszüntették, és az egész tömb egy épületté vált. Ugyanolyan magas volt, mint az a bizonyos régi lakótelep, amiről előbb beszéltünk, Kőbánya esetében, mert ott is 10 emeletes ugye, előre gyártott elemekből, orosz házgyári elemekből készült házak állnak. Ezek is 10 emeletesek, de tömbök. Tehát még számomra bizonyos értelemben rosszabbak, bár jó építészekkel terveztették. De az nem segít a tömegen és azon, hogy megszüntették az utcákat, és hogy mi tűnt el, és mi lett. Zsidó negyeddel már még a Vátiba kezdtem el foglalkozni. Tulajdonképpen belső elhatározásból. Egy nagyon komoly anyagom van tulajdonképpen a Józsefvárosról, rengeteg olyan épülettel, ami már nincs, mert épületenként is meg akartam magyarázni, hogy miért értékes egy egyemeletes ház is. Ha történetét ismertem, akkor azért is, de a hangulata miatt is, a kertje miatt akár. Szóval megpróbáltam bemutatni, hogy nem csak a különleges műemlékek értékesek, és azt hogy egy-egy házat ugye megvédünk, mert nagyon szép, és meg is magyarázható, de hogy attól még a dolog a semmibe van önmagába. Tehát kell a közege, az a kor, amiben épült. És persze lehet új dolgokat is, de csak módjával. Tehát, hogy megmaradjon a régi negyed hangulata, mert ezek mindig nagyon erős dolgok, és történelmileg is nagyon fontosak. Emberi szempontból is nagyon fontosak. És akkor tulajdonképpen az történt, hogy ahogy beleszerettem a Józsefvárosba, beleszerettem a belső Erzsébetváros és belső Terézvárosi részbe is, és akkor én még csak azt gondoltam, hogy egy tanulmányt készítek, ahogy a szabályozási terveknél, ahogy a Józsefvárosnál elkezdtem, hogy épületenként mutatom be, hogy miért fontos egy-egy épület, és miért fontos ez együtt. És ehhez kaptam életemben először támogatást is a Soros Alapítványtól.
és házról házra jártam, és megpróbáltam az egészet is egybelátva bemutatni, hogy milyen értékes a negyed, mert ugye akkor már akarták bontani. És ezt tulajdonképpen csak az építészek ismerték, vagy azok, akik döntöttek, de az emberek nem voltak tisztában vel, hogy mi fog onnan eltűnni. És akkor még nem is zsidó negyedként adtam be a pályázatot, hanem a Belső Erzsébetváros és Belső Terézváros lakóházai címen. De ahogy jártam, és rengeteg emberrel beszéltem, és megtudtam sok mindent a házakról, akkor még sokan éltek, akik ismerték. Hát egyre ugye szűkül a dolog. Akkor elmentem a Komoróczi Gézához, mert azt gondoltam, hogy ez nagyon furcsa, hogy itt minden házban volt valami, vagy minden második házban, vagy harmadik, vagy egy kóser sütőde, vagy egy kóser szalámi füstölő. Az emeleten nagyon gyakran volt imaszoba, vagy egy kis zsinagoga, mindenféle egyletek. Úgyhogy akkor beszélgettünk erről, és azt mondta, ő mondta azt, hogy miután az első zsidó negyed tulajdonképpen a várba volt, a középkorban, tehát ahol amikor zsidó negyedekről beszélnek más országokban, akkor ott mindig a középkori negyedekről van szó, Prágában is ugye erről van szó, bár ott tulajdonképpen a házak már újak, de a zsinagógák olyan erős együttest adnak, hogy zsidó negyedként tartják számon. De hogy utána ugye Óbudán éltek a zsidók, a Zicsi birtokon, mert akkor nem lehetett városba élniük, és csak a nagy birtokosok adtak lehetőséget zsidók letelepedésére. És aztán, amikor megszületett az a törvény, hogy városokba is élhetnek, nagyon lassan a Pest polgárai nagyon lassan beengedték a zsidókat, akkor tulajdonképpen ez a zsidó negyed ott alakult ki az egykori zsidó piac tájékán, ami pont a mai Király utcával szemben volt, tulajdonképpen ahol most a templom áll, arra felé volt zsidó piac, és amikor már jogot kaptak arra, hogy letelepedjenek, még csak bérelt házakban, bérelni lehetett lakást vagy üzletet, akkor ott indult el a zsidók betelepedése a mai Erzsébetvárosban, akkor Terézvárosnak hívták, még akkor együtt volt a két kerület, és ezért kapta azt a nevet, hogy régi pesti zsidó negyed, tehát Pest. Pesten ez a régi zsidó negyed. És 2002-ben ez a része a városnak az Andrássy úttal együtt, illetve az Andrássy út védőzónájaként UNESCO, illetve világörökségi védelem alá került, mint védőzóna, az Andrássy út védőzónája. És akkor nagyon, tehát az a tanulmány, amit készítettem teljesen önszántamból, azt néhány ember ismerte csak. Mert az volt az érdekes, hogy én azért csináltam ezt, hogy megismertessem az emberekkel, hogy itt baj van, és milyen dolgot akarnak elpusztítani. De mikor elkészült ember, az olyan nagy, egy nagy munka után az ember annyira kifáradt, hogy nem foglalkoztam bele, hogy megismerjék. Tehát egy fiókban volt a tanulmány. Egyébként 3 kötetes volt, mert szólt az Erzsébetvárosi részről, a Terézvárosi részházairól, amikről írtam, és szólt az egészről egybe, történetileg. És tehát kevesen ismerték, de akkor 2002-ben Magyarország ragaszkodott hozzá, hogy a zsidó negyedként ez is saját maguk nevezték annak. Utána nagy viták voltak, hogy ez miért zsidó negyed, de a magyar állam is így nyújtotta be az Andrássy úti javaslatát. Akkor, amikor ez védett lett,
és a Szegő Gyuri tudott róla, erről a tanulmányomról, akkor ő a magyar építőművészetben leküzölte a tanulmányomat. Az a rész, ami középre szokott tenni, és a tanulmányom egy részét. Tulajdonképpen először nem tudtak hova tenni minket, mert ez egy nagyon kis kör volt maga az óvás, de a támogatókör nagyon nagy volt. Mert hogy mi nem úgy voltunk ellene valaminek, tehát nem politikailag, hanem valóban azért, ami történik. Azóta is így van egyébként. De akkor a dolog még párosult a korrupcióval, a nyilvánvaló korrupcióval. Úgyhogy az nyilván az újságírókat is így még erősebben érdekelte, mintha egyszerűen egy műemlékvédelmi dologról lett volna szó, akkor még volt műemléki hivatal, illetve örökségvédelmi hivatal. Tehát amikor tiltakoztunk, vagy szerettünk volna valamit, mindig volt kihez fordulni. Lehet, hogy nem teljesítették, lehet, hogy mindent másképp csináltak, de volt megfogható emberek, ez lehetett fordulni. Hát ez megszűnt. 2012-ben tulajdonképpen egyik napról másikra szűnt meg az örökségvédelmi hivatal, és utána fél évenként váltogatták a helyét, a nevét, a dolgait, úgyhogy véglegesen meg is szűnt tulajdonképpen. Alig-alig fedezhető fel műemlékvédelem. Ma nem tudom, hogy az országban is így van, de Budapesten biztos, hogy így van. És elvették az ügyféljogát az Óvás Egyesületnek, illetve az összes egyesületnek, csak nálunk csúcsosodott ez ki, mert amíg volt ügyféljogunk 2012-ig, addig bíróságon meg lehetett támadni olyan dolgokat, amik valóban jogilag megtámadhatók voltak. De valahogy elvették az ügyféljogot, ezt se lehet csinálni. Úgyhogy nagyon leszűkültek a lehetőségek. Másrészt meg a kutatásban meg nagyon megnövekedtek a lehetőségek. Tehát amikor én először a Józsefváros lakóházaival foglalkoztam, akkor nagyon kevés adat volt. A levéltárba kellett menni, ott is nagyon hiányos volt. Tehát nem voltak tanulmányok, anyagok, vagy nagyon kevés volt. Azóta szinte évente új és újabb dolog jelenik meg, úgyhogy ma internet segítségével is nagyon sok mindent meg lehet tudni. Tehát amikor én egyedileg foglalkoztam a lakóépületekkel a Józsefvárosban, az még ahhoz képest nagyon felületes volt, ahogy ma lehet foglalkozni. És ahogy én tudtam már foglalkozni a zsidó negyeddel, és ott is évente új dolgok jelennek meg. Nagyon érdekes a dolog. Nagy öröm volt nekünk készíteni is, meg felfedezni. Ugye addig mindig a úgynevezett zsidó negyedbe, amit mi tágabban értelmeztünk, de akkor is ez a belső Erzsébetvárosról szóltak a kutatásaink, a véleményünk, a megmozdulásaink. És ez azt jelentette, hogy kiléptünk a körúton kívülre, és nagyon sok mindent, vagy kicsit ismertünk, de igazán jobban megismertünk. Tehát tágasabban láttuk a dolgokat, viszont addigra már, miután ez a könyv a zsidó negyedről szól, illetve ez az Erzsébetvárosról szól, de zsidó nézőpontból, hiszen ezt kérték, hogy a zsidó örökséggel foglalkozunk. Ezért tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy tágasabban kezdtem én ezt a dolgot nézni. Itt már ugye kiléptünk a körúton kívülre, és nagyon sok mindent nem lehetett betenni ebbe a könyvbe, mert a Király utca másik oldalán volt például a 6. kerületben, és ez nem arról szólt. És tulajdonképpen azóta, akkor kezdtem el foglalkozni tágasabban azzal, hogy meg addigra kialakult az a kép is, hogy egy nagyobb ismeret, nagyobb terület ismeretével, hogy mi is történt itt, hogy miért volt ennyi zsidó építész, miért volt ennyi zsidó építető. Tehát valóban más városokhoz képest is másképp alakultak ezek a dolgok. És ez elkezdett engem izgatni, főleg azért, mert nem gondolom azt, hogy azért, mert
Tehát bármelyik például szecessziós épületnek a tervezője, vagy inkább az Andrássy utat vegyük, ahol nagyon van egy azonos stílus megy végig. Tehát látsz, mindegyik palota más, de nem igazán. Tehát tulajdonképpen egységes a kép, és különböző építészek tervezték, és vannak olyan részei, ahol a kétharmadát zsidók építészek tervezték, de mégse különbözik a többitől. Tehát nem ezért fontos, nekem nem ezért vált fontossá, hanem azért, mert az építészeti sorsokat megismerve, tehát 38-tól, 39-től kezdve egy olyan dolog történt, ami egészen döbbenetes, hogy azok az építészek vagy építetők, akik a legszebb házakat építették Budapesten, azoknak milyen lett a sorsuk, hol végezték. Tehát tulajdonképpen ezért vált igazán fontossá, hogy avval foglalkozzam, hogy mit építettek a zsidók Budapesten. Tehát tulajdonképpen a ma látható 45 előtt épült épületeknek az 50%-a durván az Erzsébetvárosban és a Terézvárosban zsidók által épült. Tervezők kicsit kevesebbek, és ami nagyon érdekes, hogy pont az Erzsébetvárosban kevesebb, mint a Terézvárosban, mert az Erzsébetvárosban sok a korai ház, és akkor még zsidók nem építkezhettek. Körülbelül 140 vagy 150 épület van fönt a weboldalon pillanatnyilag. De hát sokkal több lehetne, csak be kell őket fejezni, és ez nagyon nehéz. Mert kutatni lehet az interneten, de az nagyon kevés ehhez. Nagyon fontos, hogy az ember végigjárjon egy házat, és ha lehet, beszélgessen. Nagyon sokszor a lakóktól meg lehet tudni dolgokat, még ma is. Nagyon sok mindent tudnak. És az az érdekes, hogy amikor ezeket a kutatásokat csináltam, használom a Rádai féle 83-as kutatásokat, már amelyikről, városrészről készül. És bár hiányosak, és néha olyan ember nézte meg, ami jól érdekes dolgokat tud mondani, de van, ami unalmas, szóval sokféle, de nagyon sokszor segített nekem. És a legérdekesebb, hogy az emberek emlékei az akkoria. Azt hinné az ember, hogy talán rosszul emlékeznek, vagy nem úgy van, de leggyakrabban bebizonyosodik, hogy az úgy is volt.